Az év utolsó heteiben a legnagyobb a halfogyasztás itthon, a piaci kínálat is szélesebb, úgy mondják, ilyenkor szüretelnek a haltermelők. A halhús áfája csökken jövőre. Kérdés, hogy ez növelheti-e a hazai halfogyasztást? Egyes becslések szerint az egész éves halfogyasztás 35%-a karácsonyra és környékére tehető. A halágazat hús kínálata változatos ebben az időszakban, leginkább a pontja, harcsa, a csuka és a süllő a legkeresettebb. Az éves halfogyasztási átlagunk az európaiakétól alul marad, mert nem eszünk meg 18-19 g halhúst fejenként. A halas kultúrával igyekeznek többet törődni itthon, nemrég a Földművelésügyi Minisztérium kampányt indított az egészséges magyar halért. A karácsony közelettével arra hívják fel a lakosság figyelmét, hogy lehetőség szerint itthon megtermelt halat fogyasszanak. Ifjabb Radóci János, a Szabolcs Halászati Kft. termelésvezetője a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Mire számítsunk most karácsonykor? lesz -e elegendő hal a karácsonyi asztalon? Hát mi részünkről azt tudom mondani, hogy igen, és hát az országos lehalásási eredmények is azt mutatják, hogy, hogy lesz elegendő hal a karácsonyi asztalra. Most a lehalászás folyik, már lassan a végén járunk egyébként, úgyhogy már most látjuk az, hogy a termés az megfelelő, és várjuk, hogy milyen igények jelentkeznek majd a karácsonyi időszakban. Az éves halfogyasztásnak hány százaléka esik erre az időszakra? Ez az elmúlt éve során elég jelentősen változott, én azt gondolom. A mi szempontunkból azt tudom mondani, hogy már egy inkább kiegyenlítettebb lett a fogyasztás. Nyilvánvaló, hogy a karácsonyi időszak az, az jelentősebb a hazai lakosság számára is, úgy, mint egyébként a külföldi elki is, tehát itt a közép-európai országokban, ahol az édesvízi alakfogyasztásának egészen kiforrott kultúrája van, ott az a karácsonyi időszak az, ami jelentős. Én azt gondolom, hogy ez a jövőben is így marad, de talán az ösztermésnek egy olyan 20-30 az, ami a karácsonyra koncentrálódhat. Jellemzően milyen fajták azok, amik itthon a legkeresettebbek, és milyen lehetőségek vannak esetleg a fajta bővítésre? Magyarországon, hogyha az édesvízi halakról beszélünk, akkor hát nyilvánvalóan el lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen két kategóriára lehet osztani. A hagyományos édesvízi haltermelésben a pontja domináns halfaj, és hát a hazai gasztronómiában is azt gondolom, hogy ha a karácsonyhoz kötjük a halfogyasztást, akkor a pont az egy jelentős szereppel bír. A hazai hal termelés is nyilván ezt a halat preferálja, nagyon jó tenyészhető, és 80-90 ban a halgazdaságok ezt állítják elő. De egyéb kedvelt halfajok is vannak, nyilvánvaló, hogy a pisztránk, a különböző egyéb intenzív rendszerekben előállított édesvízi halak is népszerűek, de azt gondolom, hogy nem olyan mennyiségben, és nyilván ezek újabb keretű halfajok. Mostanában kerültek be a köztudatba, az utóbbi években, évtizedben. Én azt gondolom, hogy azért a ponty, mint hagyományos, tényleg a keresztény ünnepekhez kapcsolódó halfogyasztásban jelentő szerepel bíró halfaj, az még mindig ilyen szerepet játszik is, fog is. Játszani. Az utóbbi években, évtizedben egyre nagyobb jelentőséget nyer az egészséges táplálkozás. Ezen belül nagyon sokszor emlegetik a tengeri halaknak a jelentőségét. Hogyan billen a mérlek az édesvízi hazai halak, illetve a tengeri halak között? Igen, hát ez egy elég komplex kérdés. A tengeri halak azok nyilván a tengerek halászatából adódóan kerülnek majd a fogyasztók asztalára. Ez, hogyha természetes fogásról beszélünk, tehát konkrét tengeri halászatról, akkor az ottani halfogások mennyisége csökken. Előtérbe kerülnek az akvakultúrában előállított halfajok, ami azt jelenti, hogy egy irányított, zárt rendszerben, még hogyha a tengerekben is található ezek a zárt rendszerek, tengeri víztérben, de mégiscsak ebben állítják elő most már a fogyasztók asztalára kerülő halaknak a nagy részét. Mind a tengeri halfajoknál, mind az édesvízi halfajoknál ez a tendencia most már elég fontos és elég jelentős. A tengeri halak önmagukban egyébként egy jelentős dráguláson mentek keresztül, és a jó minőségű tengeri herkentjüket, hogy így fogalmazzak, azért, azoknak tényleg megkérik az árát. Az édesvízi haltermelés ezzel szemben, én azt gondolom, hogy egy kicsit gazdaságosabb, jobban hozzáférhető a fogyasztók számára, de a két tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a, tehát a tengeri halak és az édesvízi halakban jelentős különbségek vannak és tulajdonképpen a fogyasztói szokások azok, amik, amik itt közrejátszanak, hogy ez milyen mértékben jelentkezik mondjuk egy közép-európai ország, egy tengerrel nem rendelkező ország fogyasztóinak az asztalár milyen hal kerül, illetve egy tengerrel rendelkező országban. Nyilván ott azt preferálják, mi nálunk pedig az édesvízi halakat. Nagyjából a minőségük egyébként, én azt gondolom, egyforma, és a halhúsnak az összetétele, összetételében sincs akkor a különbség, inkább talán a szálkásság, az ízvilág az, ami más. Sokan azt mondják, hogy a tengeri halak azok neutrálisabb ízvilággal rendelkeznek, jobban kell fűszerezni, hogyha elkészítése kerülnek, míg az édesvízi halak a hazai fogyasztók ízlés világához is közelebb vannak, különösen a pont, tehát egy halászli, vagy egy egyéb pontyból készült étel, vagy egy harcsából készült étel, azért az még mindig a hazai lakosságnak és a közép-európai lakosságnak jelentős szereppel bír. Hogyan alakul a magyar, magyarok halfogyasztása, úgy évekre, évtizedekre visszamenőleg van valamilyen tendencia? Volt csúcsidő, aztán mélypont? Hát igen, kismértékben, de azért folyamatosan növekszik. Általában a, a mérőszámok azok az összes halfogyasztása vonatkoznak, Hogyha vizsgáljuk ezt, akkor talán a 90-es évek második felétől indult emelkedésnek, de még mindig jelentősen lemaradunk az európai átlagtól. Azt lehet mondani, hogy most már 20 kiló körül mozog egyébként az európai átlagos halfogyasztás per fő per év. Míg Magyarországon ez talán az 5-6 kilogramot éri el, de hangsúlyozottan ebbe beletartoznak azok az importhal termékek is, amelyek ugye a nagyobb áruházláncokon keresztül a fogyasztókhoz jutnak. Mondjuk érthető, hogy, hogy azt a szintet sosem fogjuk elérni, mint egy tengerparti ország, hiszen ott természetesen Ilyen, sokkal, ez, több, sokkal többet fogyasztanak. Mi az, amit tenni tud a, az ágazat annak érdekében, hogy hogy ez az arány azért mégiscsak egy kicsit emelkedjen, illetve ez a bizonyos áfacsökkentés, ez vajon milyen reményeket kelthet? Igen, hát az áfacsökkentéssel kapcsolatban mindenképpen én azt gondolom, hogy pozitív hozodéka. Lesz, tehát a halfogyasztás gondolom, hogy nőni fog. Ezáltal, bár a kiskereskedelmi árakra nagyon nagy ráhatásunk nincsen, de én szerintem az egész célzottan erre irányul. Egyrészt ugye a hazai halfogyasztás, másrészt pedig ugye a horgász célú halerőállításról is beszélnünk kell ennek kapcsán. Nyilvánvaló, hogy a végeredmény ugyanaz, tehát az asztalra kerül az a hal, és reméljük, hogy egyre többet fognak ebből fogyasztani. Ennek köszönhetően is más másfelől pedig hát az ágazatnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy tudjon olyan termékeket biztosítani, amelyek a fogyasztókhoz közelebb állnak, mint a jelenlegiek. Ugye nyilvánvaló, hogy népszerű még mindig az élőhalnak a megvásárlása, vagy egy éppen tisztított halnak a megvásárlása, de egyre fontosabb az, hogy keveset kelljen a konyhában dolgozni egy bizonyos étel előkészítésével, Viszont azt is el kell mondani, hogy a hal az azok közé, a terméke közé tartozik, amivel azért mindig lesz tennivaló, és jó is, hogy van vele tennivaló, mert a hányház annyi szokás, annyi féleképpen készítenek bármilyen halételt, de mindenképpen törekedni kell az ágazatnak, hogy jó minőségű haltermékeket állítson elő, akár élő, akár feldolgozott formában, minél inkább konyhakész legyen, és minél inkább meg tudják vásárolni a fogyasztók. Mennyien foglalkoznak hal gazdasággal? É. Hát szám szerint azt most, hogy hány cég foglalkozik vele Magyarországon, azt én most nem tudom megmondani, de körülbelül olyan 16 ezer hektáron termelnek édesvízi halakat Magyarországon, és hát olyan 20 ezer tonna körül mozog az a mennyiség, amit előállítanak. Itt Kelet-Magyarországon azért a Szabolcsia Alászati. Kft. az elég jelentős cégnek számít, tehát minket azért számon tartanak. Általában mi azt mondjuk, hogy a mi termelésünk, ami körülbelül egy olyan 450-500 tonna áruhalat jelent, az, az élvonalba tartozik. Nagyon kevesen, tehát kicsi az ágazat, mindenki ismer mindenkit tulajdonképpen, és elég sokat tudunk egymásról, meg a, meg a piaci e, körülményekről is. Mindenképpen azt kell mondanom, hogy azért nem sokan foglalkoznak még az álltenyésztésen belül sem a haltenyésztéssel. Mennyire optimisták a haltenyésztéssel foglalkozók, hogyha itt az elmúlt éveket, illetve a jövő néhány évét tekintik? Én azt gondolom, hogy optimisták a haltermelők. Tulajdonképpen itt a, a az előállított táruhalra való igények azok évről évre növekszenek, nem csak belföldön, hanem külföldön is. El kell, hogy mondjam itt, hogy azért jelentős mennyiségű élőhalat exportálunk környező országokba. Itt is a fogyasztói szokásokkal van kapcsolatban ez, tehát ott, mintha egy kicsit erősebb lenne az ünnepekhez kapcsolódó halfogyasztás, míg a hazai halfogyasztás még azért nem olyan intenzitással növekszik. Tehát ez is mindenképpen fontos, és nekünk is jobb lenne, hogyha itt a hazai piacokon tudnánk értékesíteni az étkezési halat. Nyilvánvaló, hogy mint ahogy az előbb említettem, tehát itt a, az áfa majd a horgászoknak a, a kiszolgálása is jelentősebb lesz, is nagyobb igények érkezhetnek. Ez mondjuk általában azért tenyész halakat jelent, tehát fiatalabb korosztályú halakat, amiből majd később az étkezési halak lesznek. A haltermelésre épülő feldolgozási, feldolgozói ágazat az milyen irányokat vett mostanában? Én azt gondolom, hogy erősödik, pozitívan áll hozzá az, akinek halfeldolgozója van, de, de nagyon sokat kell még azon, munkálkodni, hogy megfelelő korszerű haltermékeket tudjunk a piacra bevezetni. Nálunk is különböző projektek vannak jelen, kutatás, fejlesztés, innovációs projektek, amelyek kapcsán próbálunk mi is a ponyból és az egyéb hazai halfajokból olyan termékeket előállítani, kísérletként, amelyek később majd a fogyasztóknál is megjelenthetnek. Ez már jövőre azért én azt gondolom, hogy jelentkezni fog nagyon sok helyen. áruházláncokban, különböző fórumokon meg fogunk jelenni a mi termékeinkkel is, és hát reméljük, hogy, hogy tényleg helye lesz majd a, a pultokon, a polcokon, és majd a fogyasztóknál is. Éfjabradóci János, köszönjük, hogy befáradt Köszönöm ezt szépen. Ezt.